Visszamehetünk a térképre? Tudunk Úgyhogy tervezni? igazából És az már egy... is indultak a legoutpostból? Aha. Ugye elindultak, utánatok ered a másik asztalnál ülő idősebb férfi. Kopaszoló úriember? A kopaszoló szakállas balszos úriember, hogy... Heki kettőnk? Nem, mert ő magas és vékony. Ja. Én még tökéletes vagyok. Egy pillanat, várjanak egy kicsit. Szerintem mi nem találkoztunk. Jod Kafken vagyok. Igen, neked miben segíthetünk? Csak annyi. Erasztil papja vagyok. Nyakában van egy íj, amin egy nyilvessző van rá, az íj, ez Erasztilnek a jelképe, a vadászat istené. Egy látomás közelre jöttem ide, hogy van itt Erasztilnek egy régi elhagyatott temploma. Valahol. Amit egy óriás, egy nagyon-nagyon mérges vad, óriás medve őriz. Ha netán megtalálnátok, akkor légy szíves, értesítsetek, hogy hol van. Rendben. És miért értesítsük? Még mielőtt likvidáljuk a medvét, vagy az után? Az lenne a legtisztább, hogyha elbánatok a medvével, de mindenképpen díjazom az információt. Rendben. Én tudok valamit a kultjáról, vagy erről a istenségéről? Dobj egy history check-et. Hol vagy? History! Ó, oh, az intes, az bukta. Egész jó, 14. Ez minusz 1-es. Erasztilt vadászok, különböző kereskedők imádják leginkább, farmerek. A vadászatnak az istene egyébként. Amikor ábrázolják, akkor egy emberi alkot ábrázolnak, akinek a jávorszalvas feje van. Mm. Jó, nem csak a backstory miatt gondoltam, hogy tudhatok valami. Megveti az öngyilkosságot. Alapvetően a vadászok istenítik. Jávorszarvas feje van. És a jelképe az egy így nyilvesszővel. Hogy ezt mondja egy kicsit Remzivel, megpróbálok összenézni. Nem, én nem mondom. Nem, de nem mondod el? Jó. Nem, én csak visszaemlékezem. Nem. Jó. Konkrétan ez a jelképe. Így annyit mondok, hogy... igen, hallottam erről a istenségről egyébként. De egy ilyen nagyobb részletességgel nem mondok róla semmit. És annyi, hogy az istenség az Lawfulgood. Hova küldted be? Mi a francok küldtem? Igen, ezért látom. Ez is van nyakában egy ilyen medálon. Uh-huh. Egyébként a vállán átfűzve egy íj van az öregnek. Ő maga is vadász. Nagyon fehéren. Köszönöm szépen. Remélem segítenek. És ha valami problémáig van, gyógyítani tudok. Pap vagyok. Rendben. Hogyha valamit találunk, akkor majd értesítünk. Köszönöm szépen. Én közül szeretnék besétálni ide a másik, ahol van a maradék rabunk. Az itthon. Ott van benne, igen. Akkor szeretnék bemenni hozzá. Igen. Felnéz, mit akarsz? Van valamiféle plusz információ, de ami esetleg eszedbe jutott az itt töltött idő alatt? Sohajt egyet. Úgy néz ki, akkor elbántatok a... Te... nő személlyel egyel arrébb. Természetesen. Továbbra is se tudom mondani, hogy semmi érdekes. Ez max, amit ő mesélt egy-két dolgot. Például? Ha megígéred, hogy békén hagysz, és csendben leszel, akkor elmondtam.
Hepsz, te nem nagyon szeretnél innen kijutni, úgy látom. Eddig nyugton volt, békén hagytak. Talán börtönbe is zárnak, de... Hát nem az a legrosszabb, ami várhat rád, én azt kell, hogy mondjam. Essünk túl rajta. Mit szeretnél tudni? Bármit, ami érdekes lehet. Tudod, kíváncsi vagyok mindenre. Csak eszedbe jut bármi a Staglordról. Hogyan lehet bevenni azt az erődöt, amelyben a Staglord uralkodik. Bármi elrejtett kincsek. Hát, bizonyára ismered a helyet. Én személyesen nem jártam ott. De kezdtem volt, és mesélt róla. Hát azt bevenni, öcsém, nem fogjátok. Viszont van valami jelszavuk, amit hetente váltanak, de hogy az mi, ezt most már nem tudom megmondani. Eleve már annyi idő eltelt azóta, hogy úgyse számít. Az élőholtakon hogyan lehet keresztül jutni? Nappal is támadnak? Gondolom a főbejáraton. Honnan tudja, hogy nem voltam ott. Nem is hallottál semmit, hogy nekem nem meséltek róla. hogy az uralkodótok egy élőholt sereggel tartával mindenkit. Az arról hatal alkoholista. Pont szarok rá. Alkoholista. Ugye egy pillanatra elgondolkozok. Eladtuk az összes likört egyébként, ezt úgy... Szerintem egy is a nem adhatok el, likört nem adhatok. A likor. Ám bár nem a leg... A likőt. Egy pillanatra elgondolkozok, és így... A likőt. Mielőtt jöttünk ide, az egyik srác, akit kilógatotok a falra, mint valami... Másodperc is tudjuk. Barbárok. Ő is mesélt valamiatt, hogy... A lova odaköpött az udvarra, vagy mi a francot csinált? Ponty? Ponty volt ez? Nem. Nem. Ő még él. Az alól már nem. Yeah. Úgy oldalba vágta ez a barom, a főzés Staglord, vagy hogy hívják. Másnap megdögött. Odaköpött, és az miért lett mérges? Az ember egy szörny. Senki nem látta még az arcát. Mindig valamilyen szarvas sapkával jár, de szerintem a fiúk úgy gondolják, hogy nem is ember, hanem valami szörnyetek, nincs is arca. És az ital adagját ki szokta szállítani neki egyébként? Ti? Vagy a nőszemély? Éppen aki. Most volt valami különleges igény, amit ő kért, nem csak sima pia. Az volt a táborunkban, remélhetőleg megvan, még az jó pia volt. És aki a piákat viszi, tegyük fel, hogy valaki mondjuk rendelkezne ezekkel a piákkal, úgyha ő képes lenne ezeket a piákat valahogy felmutatni, vagy jelszó kellene ahhoz is, hogy egyáltalán a piákat odaadhassuk. Gondolom. Előhúzom a tőrömet. Biztos, ha hozol egy sört, akkor még beszélek veled. De többet nem mondanék. Előhúzom a tőrömet. Biztos nem jut eszedbe a jelszó. Vagy legalább milyen jellegű volt. Elmondtam. Egy, sose voltam ott. Kettő, hetente váltják. Jó. Mióta eljöttek, az ott eltelt egy hét. Mióta itt voltatok, az ott eltelt másfél hét. És még valami info, ami szerinted hasznos lehet. Nyilván annyira leszek én is majd pozitívan itt a őrség kapitány vezetővel, amikor beszélgetünk róla. Jó, akarja fejét. De ígérd meg, hogy hozol nekem egy sört, érte. Bármit megígérek neked. Valami öreg ember tart a pincébe, az a fattyú. Lehet, hogy ő az igazi főnök, és csak a Staglord egy báb, nem tudom, de... De akárki, akivel beszéltem és járt ott, belefagyott a szar is. Úgy megijedt az öregtől. Az öregtől ijedtek meg? Az öregtől, az nem normális. Belenéztek a szemébe, és azóta nem mernek találkozni vele. Valószínűleg valami sokkal nagyobb veszélyt jelentett, mint bármi más. Érdekes. Jó. Köszönöm szépen.
Ne. Mindegy. Úgyse lesz jobb. Kisétálok és viszek egy sört neki. Nincsen, betartotta a szavát a bolond. Mindig betartom a szavamat. Ez miatt fognak valószínűleg egyszer ez miatt fog meghalni. És elkezdem önteni az arcába. Nem az arca, de a szájába. Lenyeli meg is az egészet. Na végre valamit inni is kaptam az elmúlt egy hétben. Nem csak vizet. Fej. Erő egy vizet kaptál. De remélhetőleg nem fognak ok nélkül bántani. Abban a halak basznak. Köszönöm. Egyébként az ő keze is összeön a bilincse, neki a lába is. Most már a lába is. Neki igen, Bobna csak a két keze. Bobnak hosszú lánc. Úgy dolgoztatják. Hosszú lánc van a két keze között, csak össze van neki láncolva, hogy nehezebb legyen. Jó, még mielőtt elindulnánk egy utolsó dolgot szeretnék, csak hogy Oleghez oda szeretnék lépni. És mondjad? Hogyha... Te bizonyára te tartod majd a kapcsolatot jobban a kapitánnyal itt, meg mindenkivel. Hogyha valamiféle úton, módon a Staglord kastélyához szereztek egy jelszót, akkor van egy erőd ugye a folyó partján, vagy ez a Tusken valaminek a partján. Taskwater. Akkor lehetséges, hogy egy elég okos módon megbírnánk oldani egy komoly problémát. Hogyha egy ilyen jelszót hallasz, vagy bármiféle infót erről, akkor az nagyon hasznos lenne. A raktárban lévő szerencsecsomag az nem tud semmit? Semmiért, ami aktuálisan hasznos lehet. Hát, akkor így jártunk. De hát a kapitány, az őrség még talál valakit, vagy bármi információt. Jó. Megpróbálkozok vele. Megmentettünk téged, legyen hálásom. A hűség hálás is vagyok, csak veled már sok. Ne felejtsd. Ingyen eszünk, hülye vagy, mit szerint, hogy hálás, baszki? Odafordul, hátra néz meg, hogy örülnék, ha mások is beszélnének helyetted, nem csak te. menjetek. Én vagyok a vezető, mondom, és elindulok. Majd oda a feleségét, és mond neki valamit, aztán nem halljátok. Igen, ahogy elmegyek mellette, azért mondom neki, hogy én is köszönöm a vendéglátást, és ha visszajöttünk, majd én is elbeszélgetek veled, talán kellemesebben, mint... Így a vállalat teszi a kezét, és annyit mond, hogy kitartást. Köszönöm. Nice, végre. Na, akkor mondtak valamit egyébként, hogy hol látták utoljára ezt a kocát? Tisztor úr azt mondták, hogy valahol itt van a környéken. Már el is húztunk. El. Pedig én még ott akartam. Ott az erdőben valahol. Hol mondja nyugodtan az? Akartam volna még... bizniszelni. Bizniszeltünk, mondja. Két kiváló, azért ilyen exotic weapon. Jó. Annyi, hogy az kibaszott csak, hogy én megtanulod. Azt azért raktam be, hogy az, ahogy haladtok majd a sztoriba, azt úgy fel lehetett megtanulni. Yeah. Bár a te esetedben azt mondom, hogy a katárt még tudnád is használni. Talán. Hát pedig pont ez volt. Úgy mondom. Esetleg. Jó, a te esetedben a katárt azt még meg tudom engedni, mert még nagyjából hozzá tudjuk passzolni a karakterhez. És abból veszel kettőt? Kettőt, aha. És azt... azt hogyan állítsuk be. Kettőt húzzál be, és nem vagy dual védes mi? Fighting style-ba. Még nem. Mi mit választottál? Nem kaptál kettő szinten fighting style-t? Vagy te nem is kapsz? Én nem is kapok, de... Nem, te nem kapsz, szerintem. Csak azért ne legyen túl sok sor, akkor mindegy. Csináljon rak be késnek, és akkor...
Alapvetően vegyünk slashingnek, és amikor mondod, hogy piercing legyen, akkor piercing lesz. Jó. Knife-nak? Vagy dagger-nak? Ugyanúgy, hogy a dagger úgy be, egyen egy piercing, és akkor tudjuk váltani a slashing között. Jó. Majd, hogyha talán leszünk pénzen, én ezen a Blade Sword gondolkozom. Azért megvan, hogy vizuálisan katár, hogy néz ki. Ha. Egy ilyen belenyúlcs markolatú, hegyes, hát háromszög alakú cucc. Hát az. Ki megosztom a Kingmakerbe. Így csak össze lehet rakni, csak úgy egy dagerből. Ez teljesen jól működne. Csak ugye másképp kell használni alapvetően, ez nem egy elterjedt fegyver. És amit beraktam, az a kukri. Ugye az meg vágó fegyver, de az sem egy elterjedt dolog erre felé. Ugye lehet így egyszerűsíteni, hogy ugyanúgy kell vágni, mint egy karddal, csak mégis más formája van, de... Ami igazán leszültik a listából, az tényleg az Estok, meg a Two Bladed Sword. Igen, az nekem nagyon tetszik. Mondhatom, hogy kis elég menőnek hangzik. Tényleg, katárba azt kihagytam, az betonra, az Monk Weaponnek is számíthat. No. Nice. Azért, mert ugye ez is ökölfegyver. Uh-huh. A Two-Bladed Sword... Lehet egy Dart Ball. Az, tehát egy bot, aminek a két végén van a kard. Az Estok az a hosszú kard, ami ez a nagyon hegyes szúrófegyver. Bastard Sword-ot meg szerintem nem kell magyarázni milyen. A Sling Staff meg tényleg olyan, mint hogyha fognál egy botot, aminek a tetejére raknál egy palitját. Na és akkor most van fél hat. Akartad még tovább menni, vagy legközelebb folytassuk innen? Nekem annyi, hogy nekem 6-tól dolgom van. Úgy menjünk csak. Azért, tehát hogyha most bele akartam menni valami... Ha lesz random encounter, vagy ilyesmi, azért kérdezem. Hát most fél óra. Vagy fél óra tőlem most a még mennék, de... Ezt a fél órát még nyomhatjuk akár, hogyha... Szerintem is aztán max félbe adjuk csatában, és mm-hmm. Ugye legyen. Ja, mondjuk induljunk el felfedezni, és ha belekadunk valami nagy dologba, akkor lesz jobban hagyjuk. Jó, akkor is indultok? Merre mentek? Uh-huh. Arra? Szerintem még mindig elmegy lefelé, megyünk, nem? Hát attól függ, mit akarunk csinálni? A cocát vagy a másik idiótát keressük? Én a vaddisznóra mennék először. Én is. Én is, de azért megadom nektek a lehetőséget. Ja. Menjünk be az erdőbe, aztán majd előbb-utóbb úgyis meghallgat minket egy disznó. Annak egy nagyobb részét az, hogy töltitek, hogy felfedezitek a Areg állomással melletti területet. Semmi extra, egy sima mező. Akkor irány befelé. Na menjünk itt sorban. Sokkal megyünk, csak Schrégen. Jó. Én csak Schrégen.
Most már elindultatok be az erdő felé, egyre több fa van, amerre haladtok. Kisebb facsoportok, kisebb szirtek. És haladtok be az erdő felé. Egy ilyen nagyobb medve alakú lényt vesztek észre. Megpróbáltak elkerülni, vagy neki mentek. Ha megpróbáltak elkerülni, akkor stealth-eket mindenképpen dobnotok kell. Ha egy medvét lehetünk, nem lehetünk a közelébe, vagy körülötte valami ilyen téglából épített építményt, vagy romokat, vagy valamit? Az erdőből sétál ki egy ilyen medveszerű valami. Azt nem egyelőre még nem kéne megtámadni, hogy elvezethessen, ha akarjuk. Ha jobban meg akarjátok vizsgálni, akkor dobjátok egy perception check-et. Megvizsgáljuk a medvét. Az meg not egy, gec! De ezt nem kéne elrejtőznünk, hogy ne lásson. Mi ilyen pillanatban lóhátra jöttetek, vagy ló nélkül? Valószínűleg lóhátom. Lón vagyunk. Az erdő szélig még egy tudtok vele haladni. Ott még nincs plusz sebesség, ez az erdőben már nem fog. Alapvetően nagyon sok különbséget nem vesztek észre egy medvével, medvéhez képest. Annyi, hogy az óra helyett egy cső van a fején. És nagyobb karnak helyezkednek el az első lábaim. Próbáltak közeledni hozzá, vagy próbáltak elmenekülni? Kérdés, mennyire ismertek ezek a lények a világban? Ennyiből tudná állapítani, hogy mi az? Mert én tudom, és... Ez egy német szilárd? Ez az. Alapvetően nem ismeretlen az emberek számára ez a fajta élőlény. Uh-huh. És erős paszalszagot áraszt. Igen. Integetek a többieknek, hogy húzódjunk egy kicsit vissza. Nem szükséges most ezzel harcolnunk. Én azt mondom, hogy elkerüljük akkor. Hadd menjen. Ja. Jó, és így dobjátok, hogy ezt teljességet el akartam menni mellette. I am God. De miért dobsz kettőt? Mert Legacy Rollingra állítottam, így lényben állandóan advantage-el és disadvantage-el dobok, és az első számít, a második meg akkor, hogyha van valamelyik a kettő közül. És így nem kell folyton kapcsolgatni. Azt hiszem, mire vala remzik, akkor Bobó és Arimán is dobjon. Én dobtam 15. Én dobtam. 15. Én nem látom. Ja. Ott van fej. Ja, igen, száv. Bocs, mert pakoltam a cuccaimat. Ja. 15. Összességében vagytok annyira csendesek, még rendszert is beleszámítva, elég hangosan beszélek összetek, hogy el tudjátok elérni úgy, hogy az Ober ez ne támadjon meg titeket, ne tekintse agressziónak közeleteteket. De ezt a kis találkozót leszámítva nem találkoztok más lényel, semmi különöset nem találtok. Építményeket se találtunk. Nem, itt semmit. Facsoportok egyre sűrűsödnek a fák, ahogy közeledtek az erdőhöz. Már mentek tovább, balra föl? Vissza már váltunk. De merre mentek? Balra föl, balra le, balra? Hát balra fel szerintem, akkor menjünk szisztematikusan. Oké. Okay. Ójjaj. Mi ez? Semmi. Háromból kétszer olyan jött ki, amit így nem kéne. Nem. Csak még számolgatom kell, hogyan vannak az enkánterek. Lovagoltok a mezőn. Az erdő, ugye a facsoportok körül láttok 6 darab jávorszarvast. Megpróbáltam megközelíteni őket, megkockáztatva, hogy esetleg agresszívan lépnek föl veletek, vagy kikerültek őket. Jávorszarvasok. Hát, akár.
Én inkább az elkerülésre szavazok továbbra is. Jó. Nincs rájuk szükségünk most. Szerintem is kerüljük őket, mert úgyis az erdőbe megyünk befelé, úgyhogy... Igen, de még egyelőre nem kell erőszakhoz folyamodnunk itt. Akkor dolgozom még ezt a checket, légy szín. 9, baszd meg. Oh fuck. Két nacsirá van. Na jó, ez lehet, hogy... Úgy repkednek a natőgyek ezzel a session-en. És még így 6-ot meg 7-et dobtak, úgyhogy azért az nem rossz. De akkor is. Nem tűntök ellenségnek a jávor progresszívek, úgyhogy eloldalognak. Amennyi zaj csaptok, annyit, hogy meg így sietnek és elfutnak. Úgy is működik. Balra? Menjünk balra. Egyébként a szarvas meg ezek csak ezért bőgés időszakban támadják meg az embert, és akkor csak akkor, hogyha nagyon sarokba szorítják és piszkálják. Nekem van ilyen naturál alapból, van ilyen nature skill-em. Expert vagy? Igen. Fishing and gyakorlatilag hunting. Gyakorlatilag neked minden skill-ed van egyébként. Igen, de én fishing and hunting vagy erős okay. vagyok. Arra van bónuszom. És itt is a Steglordvára van. Nem a Steglordvára van egyébként. De ahogy haladtok a mezőn a lovakkal, a facsoport körül, mögül kihon veletek szembe három darab farkas, és meg is kerültiteket három farkas. És rá is próbálnak ráugrani lavaitokra, hogy leszedjenek rajtadiket. Alrighty. Ez gyorsan. Úgyhogy dobjatok léci velük, dobjatok léci egy animal handlinget, hogy eltéltek el rántani őket onnan. Eltéltek vinni őket. Fuck. Oh no! Ne! Oh well. Viszlát lovak. Ramzi kivételével mindegyőtök el tud mozdulni, viszont Ramzit elkapják a leütik a lóról. Ovatagoz, ne! Ovatagoz. Testemmel védem Ovatagát. Ezért rántnak le. A ló el tud futni, viszont te prón állapotba kerülsz. Ajaj. És pillanat. Rest in peace, Ovataga. Ovatagát szeled vissza. Tudtam, hogy fontos lesz a ló frakció még később. Szólj neki, hogy menjünk vissza Oleghez gyorsan. Még mielőtt beleszered az erdőbe. Oleg rám szólt, hogy ne beszéljek annyit. Most már nem fogok lovakkal se. Állatokkal beszélsz nyugodtan. Amíg ők nem panaszkodnak. A lovak is mondják, hogy ne beszélj hozzánk. Please shut the fuck up. Megoldottuk a koboldos küldét, egy darab életet. Milyen sorrendben mentetek egyébként? Kiment elő, kiment hátul? Én előre mentem. Ja, én meg akkor mentem hátul. Ja, akkor leszek én felől. Én hátul, tehát ott szoktam baktatni utánuk. Akkor lövészek hátra. Ja, szerintem a főnök Bobó jelöl mindig is lenne ilyen liba formációban ketten. Mögött is ketten emlettünk. Igen, a nagy vezér magyarul. Vazír. Heki, amúgy belaggolt a Discord képed, vagy csak nálam? Nem, nálam is. Valami is volt. Vagy csak nagyon határozottan nézett az ég felé. Csak így. Na, összeomlott.
Am I dead now or not? Yes. Always. Szóval, kettő van Remzi mellett, ugye a két IS, meg a kettő frontline, hogy ki tudták védeni, szóval el tudtak menni mellette. Jó, hogy 7, és nem 4. Nem, két nem, nem farkas. Két farkas értettem. Én 3-at értettem. Előjött 3, de többi jött még a többiek hátulról. Tehát megkerültetek két oldalról. Körbe vettek a farkasok. Hát ez az egész Akela együttes itt előttünk. Igen, hívom Balut. Amúgy én vagyok legelő valószínűleg, szóval... A társadalom magadon, hogy ki hol van pontosan. Hát én valószínűleg akkor előrébb vagyok, mint... vegyük, hogy felülről jöttünk, vegyük úgy. De ezt is törtjük figyelni. Nem, lentről. Ja, lentről jöttünk? Igen, mert a mellettek van még kettő, egy még elfutott, meg egy elkapta Emrys hátulról. Remzit hátulról. Hát jó. Viccettem a kés. Jappá, initiatívot kellene rollolni. Ó, igen. Tökre nem felejtettem el. Az már nem működik, ami az elején volt, Hector, hogy nyomsz egy ilyen. Én nem néztem meg, hogy működik, hogy működjön. Mert valamiért nem adta az initiatívot elméletileg. És akkor Remzi Pron. Igen, mert jó lenne, hogyha kiírna az initiative rollt, hogy vissza tudom checkolni, de még nem tudtam elnézni. Annyi mira kezd. Cool. Ez esetben Aimira először is gyorsan körbe kiabál, hogy most futunk vagy harcolunk? Még mielőtt bármi hirtelen döntést hoznék. Vezér? Valaki? Nem? Futunk, akkor üldözni kezdenek. És ők gyorsabban futnak mi? Ez esetben gyorsan fölállok a nyerekben, hátraszaltózok le a lóról, és... ja. Csak most melyikekhez menjek? Azokhoz vagy azokhoz? Ja, egyenlőre kijövök ezekhez itt oldalra. Ide. És elkezdem ütni ezt a kutyát. Először egy bottal. Igen, talál. Meg utána megpróbálom még arcon térdelni, ha még talpon van. Megpörgeted a botodat, oldalba veled a fark, és egy hatalmasat vonyít, majd a kegyelem döfést egy térderugással adod meg neki, hogy betered az arcát. Nem esernyővel tartom vissza. Nem feltétlenül akarom megölni, csak nekem az is teljesen elég, ha elfutnak. Hát, nagyon megölted. Jó volt, hogy mind a HP-ja. De oké, de már tovább. Habár van még mozgásom, úgyhogy akkor tovább jövök idő mögé. És akkor most lesz ennyi. Oké. Én egy Vicious Mockery-t szeretnék nyomni. Erre a farkasra. És valami korcshoz hasonlítom szerintem. Mindjárt megdobom, várj, csak elkezdem feliratomat. Mert a másik nem erőlt. Na. Szóval Vicious Mockery-t arra. Aha. Akkor két sebzés, következő támadására disadvantage van. És Remzinek pedig oda kiálltok, hogy talpra szükségünk van rá. Nem érünk rá itt feküdni. Jövök, csak gondoltam pihenek egyet. Láttam, szép az idő. És ennyi.
Jó. Az alsó kutyul ilyen. És advantage-ből támad. Belét harap a földön. Megrángatja a kezedet. 6 sérülés szenvedsz el. Jó, és ezt gondolom, ezt meg kell dobnom, vagy így, hogy... Nem kell, mert fekszel. Jó. Valta jössz. Jó. Én akkor nagyjából kisprintelnék ide, hogy lehetőleg mindentől messze legyek. És... aki a legtávolabb van, farkas, ott így velem teljesen átlósan. Igen. Arra rátennék egy Hunter's Markot. Ja. És miután a... van egy olyan cast feature-em, a Natural Explorer abból? Nem, a... melyik a faszom ez? I think it's time. A Favored Enemy-ből, hogy egyrészt advantage-el dobom a initiative-ot, és az első körben, aki még nem volt, a advantage-ből támadok. Igen. És feltenném, hogy... De az a roll-ra is rájön, nem? Nem, az csak damage. Az küld csak be. Damage? Az két fix damage. Küld be. Archery-ből jön a plusz kettőd. Igen. Annelt a Arcana range-e. Fighting style... Ugye megtalálom... Mit keresel? A Favored Enemy-t. Favored Enemy az Beast. Azt beszéltem. Igen, az Beast. Csak a HP mondta, hogy küldjem be. Ah. Úgyhogy ez a bónusz damage-ra weapon attack. Jó. És akkor advantage-el. 24-13, és... Na hát egyből szívvel lőtted és bele is hal. Konkrétan. De még jön rá még egy plusz 2, meg még plusz 2. 17, akkor nagyon szívvel lőtted. 18. Igen, nem. Igen, 17. Borzasztóan meg van dögölve. Igen. Legény állat. És így három kameraszögből, három szögből mutatják, hogy lelőtted a farkas. Van itt egyet, és összesik. Nice. Ágyú! Jó. Akkor következő, aki jön a sorban, az Remzi. Tudok fekve ütni? Tudsz, disadvantage-ben. Komolyan? Hát a rájuk van írva a prónra, azt hiszem. Jösszem, jösszem. Prón, the creature has disadvantage on attack rolls. Aha. Nice. Sőt, regen-i tudsz fekve. Jó, de amúgy Rachel-ek, igen, szóval le, hogy így megkeresem a földön a Albertom, egy kicsit kiféredek, de aztán is tűnik, és vicsurítom a fogaimat, és lehet, hogy megpróbálom megütni a zöldet, fekve még. Jó, de akkor mind a kettő benne. Megpróbálod fekve elsuhinteni a lábát, de átugorja az ütésedet. Jó, ebben az esetben viszont felállok, amúgy. És akkor mind a kettő üt rá advantage-ből. Az egyik disadvantage-a. Most nem, az egyik a simán, mert az advantage-et kapnak. Igen, bocs, azt akartam. Ujjjj. Az első az... te találod, az 6-os sem, ez a másik, az pedig a nem advantage-ből. És mivel épp fölkelsz, ezért azt mondom, a strength saving-ról még el kihagyjuk.
viszont mind a kettő beléd van, hogy megpróbálsz felállni. Az elsőből kapsz 3-at, a másikból pedig 6-ot, tehát 9-et sérülsz, hogy beléd van a két kutya. Ja, Rage-el. A két farkas megpróbál szétcincálni. A Rage az megmentett most. Az meg. Hát igen, ez a lényeg. Szeretnék és mivel elhasználtuk az opportunitáltak jókat, ez mielőtt ide kiszabadok és beállok Ariman elé. Igen, használtak mind a kettő. És jó. Következő farkas, Aimer a mellett van, egyből meg is támadja. Let me bro. Vicsorog rád, meg kell megharapni, de túl fürge vagy. Hátra szaltultam az összecsapódó állkapcsa fölött. Jó, következő, ez utánad ered, Remzi. Ahogy beér a tíz lábon belül, szeretném megcsapni. Üsd. Talán végigvágod az oldalát, és nagyon ilyen bukdácsolva, de még oda tud húzni, még lehellett nyíled van benne. Oké. Okay. Ó, oh, baszki. Elfelejtettem, hogy reckless-et, akkor nem tudok, mert ez jó lett volna. Mindig. Igen. És megpróbálj megharapni. Hát, ha még bosszú tudod állni. Reckless a földről egyébként, igen. Ó. Oh. Megvadulva a halálos sebtől, a lehető legnagyobb erővel próbál téged is magába vinni a halálba, és átharapja a combodat. És dobd egy strength saving throw-ot. De Rage-ből advantage-ed van. Igen. Állod a sarat, nem belarap a lábad, próbál elrángatni, de nem tud feldönteni. Jó, így van kettő. A következő az megpróbál segíteni az egyedül álló társának, a Ymirát megtámadva. Oké. Okay. Szóljon. Ha! Eltáncolsz ennek a farkasnak is az állkapcsolja, hogy próbál átharapni. Monks, vagy meg. Nem kapsz el. Ez pedig Ariman próbálja megtámadni. Ne. Advantage-ből. De Ariman trükkös is elhajol. Igen, levédi a katárral a kezében a támadást. Vagy nem tudom, mi van nálad most. De trükkös és a sötét bőrűvel beleolvadott környezetbe és fának nézik. Ez a rasszizmus. Hát ez... Nem volt egy túl... Most erre eszembe jutott, Laci, amit tegnap mondtak a cégnél. Vagy... Ajaj. Mire gondolsz? Hát, amit a vicce mesélt. Ja. Jó, oké. Te jössz, Ariman. A mellettem lévő... A félholtad, vagy a másikat? Amelyik közvetlenül mellettem áll. Igen. Crossbow-val megpróbál meglőni. Kinyújtod a szemszéd, és így szemközt lövöd, mintha egy játékpisztolyt adani. De ez disadvantage-ra van meg neki, nem? Tényleg disadvantage, közelharcos vagy, várja. Akkor nyom még egyet. Akkor meg kell előni, de nem biztos, hogy sikerül. A helyzeten nem változtat szemek közé rősz, ennek a haldokló, kilógó belül állatnak. És akkor bonus actionből disengage-elek és elszaladok. Hajra. Ide. Na. Oké. Okay. Ennyit szerettem volna. Yes. Oké, nekem megyek először a felsőnek.
Vacsa! 11. Elmozdul az ütéseid elől. Ütésed elől. Itt. Mi az a plusz 3? A crit lenne a második, de az nincs. Ja. Akkor azt is hozzádobja. Ó, oké. Ne foglalkozz velem. Ahogyan elmozogtál te az ő ütésékkel, ő pontosan ugyanazt a tempót követés. Ezek a farkasok monkok. Kungfuzó farkasokat találtunk. Felállt a két lábra, és a farkas technikát alkalmazzák. Oké. Okay. Wow. Erre csalódottam. Milyen volt? Szeretnék egy... egy Fairy Fire-t nyomni erre a kettő farkasra. Hogy ők legyenek benne. Igen, és az disadvantage nekik, igaz? Hogyha nem sikerül a Dexterity Saving Throw-juk. Dex Saving Throw-ot kell dobni, mennyi DC-re? 14, ott van a nevem, nem? Ah, várj, nem advantage. Hát mindegy, 9 és 20, akkor az egyiknek nem sikerül. Most egy 11. Hát sem, nem sikerül. Erről úgy, hogy lesz. Oké. Okay. Hát akkor ez nem advantage-ből, csak simán jut. És akkor Remzin van egy Bardic Inspiration. Elnyomok egyet Valára is. Nice. És ugye spellekre is tudjátok aztán, és kicsit hátrébb jövök. És ennyi. A farkas elszalad a Remzit támadó farkas mellett. Utána Arimannak, és megtámadja Valát, így meg kell rádugrani. A koronját. De így ugrik felé, arra tudsz lépni, és kitáncolsz a harapásával. Ugye landol, kicsit csúszik, utána fordul, és vicsorít rád. Jó, akkor bónuszból átkasztolnám rá a Hunter's Markot. És akkor disadvantage-ben, gondolom miután melee-ben van, rálőnék. És én ezzel megbékélek, szerintem eltalálom, és plusz még egy D6 Hunters. Meg még D6. Ahogy a farkas... Meg még egy 2. A farkas neked ugrik, kitáncolt a fordulatból, ahogy megfordulsz, gyors lövéssel fejvel rövidül behatol a... betörje a koponyát, és így bele is hal. Tud felkelni. Ez egy one shot, one kill. Még arra sincs idő, hogy reagáljon. Igen. Nice. Jó, ennyi volt a köröm. Fucking Canon Ranger. Ramsey? Megcsapkodom. Mert nem vagy prónusz, a kemény rajz. Jaj, megcsapkodom. Elveszem. Bardic Inspiration. Erre elveszem. Mennyi most még? D4? D6 szerintem. D6. Akár elég is lehet. Arra gondolsz, hogy Bobó mennyire idegesítő volt, és ez nem segít abban, hogy céloz a farkasra. Megzavarja a szétlásodat, és éppen nem találd el. Csak segíteni akartam. Mind a kettő megtámadja. Várj, még én jövök csak. Ja, te jössz? Aztán hát meg elveszem a bonus action-et és ütés. Ezért a bonus action-et, bocs. Miért tudok ilyen rosszul? Azért is el tud hajolni. Bobo olyan hatással volt rád, hogy egyszerűen most így nem megy. Minden egyes probléma, ami történik, szerintem Bobo hibája. Bobo felé mutatok és felmutatom a hüvelyik ujjam, hogy megpróbáltam mindent. Ez az, ami számít, hogy próbálkozzál. Akkor most ennyi? Igen. Annyi rád. Mind a kettő megtámadja, egyik az standardból. Nem advantage-e? Ja, hogy jó van rajta. Igen, Fairy Fire van. De ez könnyebb eltalálni, ez azt jelenti csak szerintem. Nem? Igen, az nem a disadvantage-et. Nem az? Mm-mm. Nem, az csak annyi, hogy a bejövő támadások advantage-et kapnak. Hogyha valaki őt támadja. Ja, mindkettő advantage-el jön. Jaj. Hogy ő kap. Advantage. Igen, őt könnyebb eltalálni, mert világít, tényleg ennyi. Így talál el, tehát mindegy.
Ja, mi csak három monk nagyon küzd egymással. Egy messzi-messzi galaxisban történt egy hasonló eset egy bátor hős egy monkkal harcos és egy ork között. Déjà vu. A harmadik pedig Renzi próbál megtámadni. Ez a vad mellékkapások köre. Ariman? A... Amirára, amelyik támad falkast, az egyiket ezt megpróbál találni crossbow-val. Halott, kész, ennyi. Jó, és akkor bonus actionből pedig megpróbálok elbújni. Itt nem tudom, el tudok-e bújni, itt van egy magas fű, vagy valami, amit nem láttak a farkasok. Megpróbálsz elbújni simán, dobja ezt a stresszcheket. Úgy sejtett, hogy rájt a fű, de ez majd kiderül, hogy igaz-e. De maga biztos, hogy abban, hogy elbújtál. Mi is valaki? Sorry, man. Szépen így lekucorodtam a fűbe. A mezőn a pici nagyon fűben egy fekete kaftános férfi hasal. Igen. Hiding couch. Fekete kaftános, igen. Fekete férfi hasal. Igen. Mint egy árnyék a verőfényes Szaharában. Így van, indítélek az 22-t. A palkasok indiferens, hogy ilyen színű ruhában vagyok, hogy a mozgást látják. Az... Munkasszony, munkfarkas ellen. Ó, oh, megint én vagyok. Ó, uh-huh. Oh, ez gyors volt. Monking. Oh god, for fuck's sake. Feladom, lecserélem a karakteremet. Visszahívjuk az étem. Tovább. Oké, és vicious mockery. Ha kifejezés akarnak ki, hogy farkasokkal táncol. Vicious mockery-t nyomok a lilára. Ajde. Amúgy advantage-et támadtad a izét, mert világít. Jó. Szóval azt nem megölted. Tényleg világít, dobj egy támadást még rá. Igazából kidobta alapból 26 és 15. Ilyenkor jó a dupla dobásom. Akkor viszont 15 és crit. Akkor viszont talál. Várjál, nem. Igen. Akkor viszont meg is hal. Ha mindenkit talál. Igen. Csak olyan gyorsan támadtam, hogy fel se tűnt, hogy megütöttem. Csak pár másodperccel később. Yeah. Mind az anime-ben szokott lenni, mikor vágnak karddal, és addig nem hat, amíg el nem teszik a kardot. Ja, csak szóval a botomot így egy kicsit. Félbe is szétfolyik a hűz. Ketté esnek. A katona kise csúszik a hüvelyből, csak egy csattan valami, és akkor már kettőben van a farkas. Tamás, még erre az egy farkasra van időt? Még erre az egy farkasra van időt, Tamás? Jó, akkor Bobo a másik, az visít már kerültek? Igen, a másikat a akkor nyilván. 14 ugyanilyen megdobás, ha 14-jel megdobjál mert, igaz? Ja, hogyha pont annyi, akkor igen, megdobjál. Igen, az egyenlő az pont. Akkor nem is sérül meg semmi, és ennyi volt a köröm. Talán adok még egy Bardic Inspiration-t adok Remszinek. Na, valahogy mutasd meg, hogyan kell mellé lőni. Neki már rá, mindegy. Longbow, lövök. Mondom, lövök. Talál, 9. De előtte rátettem a Hunter's Markot. 9. Nyilván, értelemszerűen. 10. Shantit. Newsit, de még... Remszi. Fejezd, amit elkezdtek. Jó van, rek leszetek, hogy látom, hogy már vérzek le a vérem, egy picit elkezdek hangosan lihegni, és úgy jutom. Hogy akarod szegényt megölni? Igazából, ahogy belefúrodik az oldalába, elkapja a fejét, csak a... Nem is a... Hát nem a peng, nem akarom megölni igazából, hanem a botomat így két kézre fogom, és így a nyakánál csak a botnak a hosszával szeretném leütni. Igazából... Gyakorlatilag elkábítod. Aha, jaj. Megint később tudjuk kérdezni. Jaj. Ó, jaj. Elvizik a kulákba. És ahogy leütöm, letérdelek hozzá, és megsimogatom, hogy semmi baj. És azért tetted, mert túl akarsz élni, és közben eltűnik a fehér ragyogás a kezemről. Én egy pillanatra még ránézek Valának a farkasára, hogy így a kamera elkezd távolodni rólunk, hogy milyen arcot vág, hogy lemészároltuk a többi farkast.
Nem érdekli, ugye? Így. Igen. Ó, picsába jobb lesz, ha viselkedek. A családom. Kisuk River-t. Kisuk 2. Ez csak a surprise birthday party volt. Remzi még a Rage-től elbukultan oldalra néz, és látja, hogy még egy farkas életben van. Egyszerűen nagyotok. És akkor innen folytatjuk. Tamás azt mondta, hogy 6-ig jó. Igen, kérdem egy pár extra percet, hogy be tudjuk fejezni, de akkor én most távozom is. Jó. Akkor GG. Úgyhogy szavaztuk a játékot.